Az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Divattörténeti előadás, Magyar Tájak és Színház. Ezzel várjuk Önöket ma este a képernyők elé. Társadalomtudományi szempontból érdekes kérdés az, hogy vajon divatosak voltak-e a nyelvújítók. Keszeg Anna, a kolozsvári Babesbújai Tudományegyetem kommunikáció szakának óraadója tartott erről előadást a Széphalmi Magyar Nyelvmúzeumában. Arra kereste a választ, hogy divatosak, európai trendkövetők voltak-e Kazinciék. Ehhez korabeli leveleket, élettörténeti mozzanatokat és képeket hívott segítségül. Előadása a Testvérmúzsák Kazinci korában című sorozat nyitó eseménye volt. Divatosak voltak a nyelvújítók címmel a Széphalmi Magyar Nyelvmúzeumában. Egy nagyon érdekes előadást hallhattunk. Hát először is tegyük tisztába a fogalmat. Mit is jelent az, hogy divat? Hát, a divat szó a magyar nyelven a divik igéből származik. Azt jelenti, hogy a tömeg szereti. Most pontosan népszerű valami, attól lesz divatos. De hogy az a furcsa számomra, hogy ha megnézzük azt, hogy a nemzetközi nyelvekben milyen jelentései vannak a megfelelő szavaknak, ugye a fashion szónak az angolban, vagy a mód szónak a franciában, akkor ott az látszik, hogy a franciában ott az azonnalisággal van összefüggésben. Az, ami a divatnak a ritmusát ma is meghatározza, hogy attól divatos valami, hogy éppen most jött divatba, ugye ezt használjuk mi is így kifejezésként, vagy az angolban pedig a fétis szavunknak a közös töve van ott, vagy a fétis szavunkkal közös tő van ott, ez latin nyelvből származik, és ott ugye az van, az az öltözék darab a divatos, ami értékes, ami valami miatt van egy ilyen aurája, ha mondhatjuk ezt még. És a magyarban pedig hát egy ilyen szegényesebb jelentés van, csak egyszerűen ennyit jelent, hogy a tömeg szereti azt, ami divatos. Kazincinak ugye itt ezen a tájékon nem kell beszélni a szellemi nagyságáról, de vajon hogyan állt ő az öltözködéssel és a divattal? Egyáltalán van-e róla ilyen leírás? Hát erről nagyon sok leírásunk van. Igen, Kazinci szeretett öltözni. Ez fiatalkorában fokozottan így van. Azt nagyon jól lehet dokumentálni, amikor Bécsben jár, akkor folyamatosan küld haza levelekben is információkat arra vonatkozóan, hogy hogy öltöznek a bécsiek, mik azok az anyagtípusok, amiket érdemes onnan beszerezni. Csak hát ugye történik vele egy elég sajnálatos dolog, hogy a fogsága meg az azzal kapcsolatos történések, azok nem teszik lehetővé egy olyan politikai karriernek a befutását, ami anyagilag jövedelmező lenne. Ezért ugye a fogság után egy elszegényedési periódus következik, hogy azok a remények, amiket a karrieréhez fűzött, ugye nem teljesíthetők, és öregkorára egyre inkább visszavonul a képzőművészeti érdeklődés irányába, és öltözködni már inkább amiatt öltözködik, hogy ne szólják meg, vagy amiatt, hogy a portrékon jól mutasson. Kétfajta divat uralkodott Magyarországon, a bécsi divat és a magyar viselet. Melyik győzött Kazincinál? Hát Kazinci ebben pragmatikus volt. Ezt fiatalkora óta lehet tudni, hogy amikor olyan társaságba ment, ahol tudta, hogy a magyar öltözetet várják el, ugye voltak ilyen barátai, akkor oda magyar öltözetbe ment. És amikor meg olyan helyre ment, ahol meg a bécsi divat vagy a francia divat volt a menőbb, akkor oda felvette azokat az öltözék darabokat, amik az adott kultúrkörnek feleltek meg. Úgyhogy ebben ezt így csinálta, és egészen öregkoráig így csinálta, hogy mindig a társadalmi elismerést megszerzendő öltözött. Hogyan képzeljük el a különbséget a bécsi divat, illetve a magyar viselet között? Hát itt azért nagyon sok egymásra hatási történet is van, vagy a magyar divatnak is vannak olyan korszakai, vagy a magyar öltözködés kultúrának olyan korszakai, amikor meg tudja határozni a nyugat-európai trendeket. Ugye a fő különbség az abban van, hogy a magyar nadrág, az egy olyan nadrág típus volt, amit a mentett akart, ezért nem egy hosszú nadrág volt, ugye ezért is mindig a hónaig feljövő nadrágot azt nyugat-európai nadrágként tartották számon. És hát ugye a másik sajátossága a magyar öltözéknek az, ez a két felső kabátot egymásra halmozó, hát ilyen jó vastag öltözet jelentette, a mentének és a dolmánynak a viselése, és közben meg Nyugat-Európában elkezdődik ez a polgáriosul divat a fraknak az öltöz. A férfi öltözködésben a fraknak a viselése.
A női divatban meg hát az megint egy más történet, hogy a női öltözködés kultúra az talán a leginkább állandó a magyar öltözetben, állandóbb a férfi öltözködésnél. Ugye ez a hosszú szoknya, az azon viselt kötény, és akkor ezeknek az értékes anyagokból kidolgozott változatai. Nyugat-Európában ebben a periódusban, mert ugye a farpárnáknak a viselése, a krinolinnak a viselése az így bekövetkezik. És hát a magyar öltözetet azt ilyen kicsit így mitizálták is Európában, hogy ez olyan ártatlan, meg olyan szép, hogy a női szépséget valahogy a saját természetességében tudja érvényre juttatni. A 19. század divatját mennyire határozta meg az apró részlet, a finomság? Hát nagyon meghatározta. Ugye ezt nagyon egyszerű azzal magyarázni, hogy hát azok a hálózatok, amiken keresztül eljutnak, egyáltalán azok az anyagtípusok, amikből ruhákat lehetett varratni, azok nagyon jól működő és kidolgozott hálózatok. Tehát ez nem ment olyan könnyen, mint ma, hogy elmegyek a textilboltba, és akkor vásárolok valamit, és hát ugye ilyenkor fordul az elő, hogy egy városkában olyan sok mindenkinek van egyforma ruhadarabja, hanem ugye megvannak azok a kereskedők, akik csak bizonyos családokhoz mennek el, csak bizonyos családoknak az igényeit szolgálják ki. És akkor ebben ugye nagyon elválik egymástól a paraszti és a nemesi öltözködés, ugye a paraszti öltözködésben előállítják a textíliát, nem pedig megvásárolják. És hát ugye ez a kérdés, hogy a részlet mennyire határozza meg, ebben pont itt van a válasz, hogy akkor, amikor saját magamnak állítom elő az anyagot, hát akkor nyilván nagyon odafigyelek, ez magyarázza a paraszti viseleteknek a kifinomultságát. Másrészt pedig hát ez a versengés, ami a nemesi körökben a nők között van, az anyagtípusoknak a finomságához vezetett el. És ugye a másik dolog az, hogy ez egy olyan divat még ebben a korszakban, ami családon belül öröklődő ruhadarabokra épül. És ez is fontos, hogy az öltözékben a családnak a gazdagságát mutatjuk meg, hogy az ékszerek, amik rajta vannak, vagy azok a drága kövek, amik díszként rajta vannak a ruhadarabon, ezek igazából a családnak az identitását, a gazdagságát akarják kifejezni. Az is érdekes kérdés számomra, hogy régen hogyan terjedt a divat? Hát nem voltak divatlapok, nem voltak fényképek, nem volt internet, mint most. Ajánlották egymásnak a nemesasszonyok a szabóikat? Igen, ez a gyakorlatnak az egyik része, bár Kazinczy korában már van divatlap, tudjuk is, hogy mi az, amit olvasott, ez a Németország területén francia címmel megjelenő divatlap. Ez az egyik, a másik pedig a peregrinusok, meg az utazók, akik folyamatosan mesélték azt, hogy mit viselnek más városokban. Az ő tudásuk az nagyon fontos volt ilyen szempontból, és azért fontosak Kazinczynak azok a levelei, amiket külföldről ír, mert ő is felvállalta egy ilyen divat innovátor, ugye ezt a szót szoktuk ma használni a divat szakmában ezekre a személyekre, és felvállalta ezt a divat innovátori magatartást ezekben a levelekben. Most volt egy érdekes levél ezen az előadáson, Berzsenyi és Kazinczy közötti levélváltás. Mennyire volt meghatározó ez abban a korban, hogy a férfiak egymásnak megírták, hogy milyen viseletet hordanak, és hogyan lesték el egymástól a divatot, ha lehet? Hát Kazinczyban ez a gyakorlat mindenképpen megvan. Nem mondanám azt, hogy általános, mert azért Kazinczy ebben tényleg első kicsit, hogy elkezd figyelni arra, hogy a divatot azt lehet az identitás kifejezésére használni. Az ő levelezésében azonban ez tényleg egy gyakori mozzanat, hogy egymásnak leírogatják, hogy hogyan öltöznek. De egyébként, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a naplóíró irodalom, aminek ugye Erdélyben van erősebb hagyomány a 17. században, ott is azért ezek a naplóírók általában elmesélik azt, hogy milyen ruhákat hordanak. Ott nyilván nem férfi ír férfinak, hanem egy tágabb közönséget képzelnek el a naplóolvasók közönségeként, de ez a beszéd, a ruhákról való beszéd, ez azért megvan a magyar kultúrában korábban is. Akkor összességében elmondhatjuk-e azt, hogy igen, divatosak voltak a nyelvújítók, és divatos volt Kazinczy? Igen, erre a kérdésre akaratlagosan nem válaszoltam az előadásban, mert pontosan azzal kezdtem, hogy ez egy rossz kérdés, mert hogy a történész az ugye berzenkedne az ellen, hogy egy ilyen teljesen mai kategóriát kezdjünk el használni a korszak értelmezésére. Viszont én azt mondanám, hogy Kazinczy igen, szerintem egy divatosan öltöző valaki volt. Hogyha most ezt az összes történeti aggályunkat eltávolítjuk, mégiscsak egy olyan valaki volt, aki igényesen öltözött, és foglalkoztatta az a kérdés, hogy a ruhája által magáról mit kommunikál. Hogyha egy kicsit a mai korunkra, 21. századra fordítjuk le, akkor aki divatos, az jól öltözött? Igen, ez ravasz kérdés, mert a divatosság az ugye trendkövetésnek szoktuk fordítani, és a jól öltözöttség az meg ugye, hát ez inkább ilyen anyagi dolgokkal összefüggésben álló
álló dolog. De hát ugye a mai divat az azt is megengedi, hogy, hogy az ember nagyon kevés pénzből, hát ilyen kis leleményességgel azért olyan kombinációkat hozzon létre, amik, amik tényleg róla beszélnek. És hát ugye erre van ott az a csomó ilyen karriertörténet, hogy valaki egy divatblogból, amit akár homelessként működtet, hogyan tud aztán a nagy kollekcióknak a bemutatóira bejutni. Hát én azt hiszem, hogy ez a különbség mostanában így egyre inkább eltörlődőben van, legalábbis hát így az internetes világnak a divathoz való viszony az ezt mutatja, hogy egyre kevésbé számít az, hogy mennyi pénzből divatos valaki, tehát inkább divatos, mint jól öltözött. A Mezőség Erdély északi részén található tájegység. Legnagyobb települése Szék, amely táncairól és viseletkultúrájáról híres. Ez a község jelentős sóbányáinak köszönhette, hogy a 13. századtól a 19. századig kiváltságos város lehetett. Lakói vendégszeretők, de fizikailag és lelkileg is zárt közösségben élnek. A Magyar Tájak sorozatban most ezt a települést mutatta be a Sárospataki Művelődésháza. Próbálunk egy olyan területet megcélozni, egy olyan települést, amelyik valamiért különleges, valamiért érdekes. Érdekes lehet nem csak azoknak, akik népművészettel foglalkoznak, hanem azoknak is, akik nem. És azt gondolom, hogy erről a településről talán a táncosok többet tudnak, hiszen éppen ahogy emlegette is az előadó, a néptánc mozgalom kapcsán azért a széki táncokkal, a széki viseletekkel mi megismerkedtünk korán. De talán kevésbé van benne a köztudatban, hogy milyen értékek vannak ezen a településen, vagy hogy mennyire élő a népművészete. És azt gondoltam, hogy talán ha ezt mutatjuk be, akkor az vonzó lehet a közönség számára. Ugye mindig fontos az, hogy milyen, tehát ki az, aki bemutassa, milyen előadót hívjunk. Hát Csaba pedig, ugye ő pataki diák volt, itt találkoztunk, éppen egy táncház kapcsán jött be, és akkor ott kezdtünk el beszélgetni, ott mesélte el, hogy bizony ő széki származású, és ugye már nincs Patakon, de őt kerestem meg azzal az ötlettel, és hát nagy örömömre elvállalta, sőt, hát nagy örömmel jött, hiszen ő is azt mondta, hogy neki az egy feladat, és neki büszkeség az, hogy erről a tulajdonképpen mondjam azt, hogy a szülőfalujáról, vagy hát ahonnan a családja származik, arról a faluról beszélhet, azt bemutathatja. Rendkívül vendégszeretőek az emberek. Itt éppen az imént meséltem itt az egyik a közönség soraiban ülő egyik hölgynek, hogy amikor mi ott voltunk, sétáltunk végig az utcán, ugye rögtön látják rajtunk, hogy nem odavalók vagyunk, hát ha más nem, akkor az öltözködésen, a viselkedésen, és megszólítanak az emberek, a kapuból kiszólnak, hogy honnan jöttek, fiatal ember. És akkor megmondjuk, hogy honnan, és Magyarországról, magyarországiak, hát ez, és van-e hol aludniuk? És van-e mit enniük? Mert jöjjenek be, éppen most főztem meg az ebédet, jöjjenek be, hadd kínáljam meg magukat. De ha nincs hol aludni, akkor jöjjenek, kinyitom a tiszta szobát, aztán vetek ott maguknak ágyat. Tehát akkor, amikor én ott jártam, akkor ilyenek voltak az emberek. Azt nem tudom, hogy ma hogyan, vagy mennyire szívesen fogadják, de azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy ez sokat változhatott, tehát azt gondolom, hogy ma is szívesen fogadják a vendégeket. A másik pedig tulajdonképpen számunkra egy csoda volt az, amikor mi ebbe belecsöppentünk, hiszen arra kell gondolni, hogy mintha 50 évet visszamentünk volna az időbe. Tehát amikor beértünk Szék faluba, ami nagyon-nagyon rossz utakon keresztül lehetett oda bejutni, nagyon nehezen, és amikor beérünk Szék faluba, és ott azt látjuk, hogy az emberek viseletben vannak az utcán, viseletben vannak a lakásban,
a legkisebb picike kislányok gyönyörűen felöltöztetve, vagy egy olyan élmény, amikor az emberek, egy lakodalom kapcsán, amikor az emberek, a férfi emberek vonultak be a templomba, gyönyörű szép sorba, mindenki gyönyörűen fölöltözve abba a jellegzetes kék lajbiba, szalmakalapba, fehér ingbe. Tehát döbbenetes élmények ezek, és mondom, ez tulajdonképpen olyan volt számunkra, mint egy időutazás. És ugye mi, lehet, hogy mi azt szeretnénk, hogy ez így maradjon, persze a világ változik, a székiek is változnak, a székiek is fejlődnek, ők meg gondolom azt szeretnék, ha nekik is minél könnyebb lenne az életük, és hát ezt nem lehet megállítani, természetesen nem lehet múzeumba zárni, vagy nem tudom én vitrínbe zárni, vagy rázárni az ajtót, vagy a lakatot a falura, hogy már pedig ez ilyennek maradjon meg. De akkor is azt gondolom, hogy hatalmas érték az, hogy ilyen létezik még a mai napig. És megmaradott egy tulajdonképpen román környezetben, hiszen a környező falukban a mezőség az eléggé elrománosodott már. Vegyesen laktak nagyon sokáig, de most már a legtöbb településre az jellemző, hogy nagyobb számban vannak, vagy szinte teljesen román lakosság van. És ott a Kellős közepén megmarad egy falu, amit hallottuk, hogy majdnem 100%-ban magyar. Hát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és úgy láttam, hogy ez a kultúra, ennek a településnek a története, ez megfogta a közönség soraiban ülőket is, tehát azokat, akik ma este itt meglátogattak bennünket. Néptánc, ami székről kiindult, olyan mozgalmat indított meg, amely világörökségé vált, hiszen most egy tavaly 2011-ben az UNESCO világörökségé nyilvánította azt a tánc folyamatot, tehát azt a kultúrkört, ami székről indult ki, ez pedig a táncház mozgalom. Egy zárt közösségről van szó, mit kell erről tudni? Hát igen, a zárt közösség, hiszen mai nap is ez a zártság meglelhető széken, hiszen nagyon nehezen fogad be idegeneket. Nyitott vendégeket szívesen lát, de a maga életkorában letelepedni az nehezebb egy kicsit. Hát mai nap is széken megőrzi a három szeget, úgymond Csipkeszeg, Felszeg és Forrószeg. Ez három utca, és mai nap is elég kötött szokásaiban, a népviseleteiben, a hagyományaiban mai sokszor. Viseletről beszéljünk, mitől széki a széki? Fekete és a piros, ez dominál a széki viseletben. A széki viseletet a mai nap is élő viselet, tehát ma is hordják, különösen az asszonyok, 50 éve fölött az asszonyok is hordják, a férfiak azok már egyre inkább, de a széki kalapot például azt mindig hordják, ez így szalmakalap, tehát egy széki szalmakalap, azt a férfiak hordják, de általában meglelhető, és különösen ünnepalkalmakon vagy neves alkalmakon mindenki felölti ezt a viseletet. Ugye az is elhangzott, hogy egy lánynak kifejezetten rengeteg ruhája van, ez miért adódott így? Hát nyilván, mert a sok ünnepkörhöz különböző viselet kelt, hiszen az esküvői ruha az külön, ugye a konfirmáció ruha az is külön, tehát mindegyik az alkalmakhoz illő viseletet hordtak, tehát mindig megvolt, hogy milyen alkalomra mit viselnek. Tehát, hogyha esküvői viselet zöld és fekete kockákból ruha, és a kötény az fehér volt. A fehért általában csak a konfirmációkor és esküvőkor használták. Általában a széki viselet, a ruha, megegyezett a ruha, és a kötény majdnem azonos színűek voltak általában. Élőnek kell lenni a kultúrának, és ott az is. Ez miben nyilvánul meg a hétköznapokban? Hát a hétköznapokban azzal járnak a munkában például, tehát minden napjaikban benne van a népviselet hordása, a kultúrát őrzik, nyilván a mai nap is megtartják például a napokat, a neves napokat, ilyen a Zsuzsanna nap, nagyon sok Zsuzsanna van, a Zsuzsanna napokat, a Sára napot, tehát azt ma is megünneplik. Igen, élőnek kell lenni egy hagyománynak, én is úgy gondolom, hiszen annál értékesebb. Hogyha valamit bezárunk, aznak csak egy eszmei értéket kap, de hogyha használjuk, akkor az egy többletet ad szerintem egy kultúrában, és szék egy olyan kultúrkört hordoz, amit használ, amit a mindennapokban jelen van. Ugye amellett, hogy őrzi a hagyományait, azt is hallhattuk, hogy igen nyitott
az új dolgokra, és ezt az évszázadok alatt be is bizonyított. Igen, valóban, hogy nyitotta az új dolgokra olyannyira, hogyha most elmegyünk Székre, talán ilyen régi parasztházat nagyon keveset találunk. Tehát látjuk, hogy az újra nyitott, tehát kényelmes dolgokat, ami hasznos, azt rögtön magáévá tudja tenni. Tehát nagyon nyitott, ami elsőnek bejött valami a világban, az rögtön Széken meglelhető. Tehát az internet, ha úgy veszik, hogy jelen van, tehát lehet egy és gazdag falu, ezt ne felejtsük el, egy gazdag falu volt mindig a történelem során, és ez a gazdagság megengedte azt is, hogy az újat bármikor magáján tegye és befogadja, tehát lehetősége volt ezáltal, hogy be is szerezze az újat, mert láthatjuk ha elmegyünk Székre, ma nagy házakba élnek, tehát látjuk, hogy fejlődik a falu, de közben megőrzi a régi hagyományát is, és a kultúráját. A Bolondlány című krimi vígjátékot mutatták be a Sátoraljaújhelyi Latabár Színházban. A közönség bő 2 órát nevethetett a komédián, amelyet a Körúti Színház társulata vitt színpadra. A Kautsky Armand Pikali Gerda páros most is, ahogyan az elmúlt évadokban, megnyerte a közönséget. A darabot a kis fricskák és a ma is aktuális kérdések teszik frissé. Jelesül, mi a fontosabb, az igazság vagy a hazugság? Fel kell-e áldozni a becsületet a karrier érdekében? S végül arra is rávilágított, hogy az-e a bolond, akire a többiek ráfogják. Született? Igen. Hol született? Akkor miért nem ezt kérdezik? Nem ment ez olyan sokat Magyarországon. Egy olyan előadás volt bele, ami viszont igazi nagy legenda, amit Domján Edit játszott. És az is nagyon furcsa, hogy Domján Edit játszotta a bolondlányt, de az körülbelül fel akkora szerep, mint a vizsgálóbíró, amit Márkus László játszott, az aztán tényleg bemegy az elején is, kijön a végén, és rá korán sem emlékeznek annyira, mint a Domján Editre. Valószínűleg az Editet annyira elkapta ez a szerep, hogy így egyé vált vele. Én azt gondolom, hogy akkor kell a bolondlányt elővenni, ha az embernek van egy olyan színésznője, aki ezt el tudja remekül játszani. És én azért is vettem elő ezt a darabot, azt gondoltam, hogy Pikali Gerdának ezt az életében el kell játszania, mert ezt a darabot gyakorlatilag neki írták. És hát egészen kiváló is benne. Ugyanálunk Kautsky Armand játssza a vizsgálóbírót, hogy azért én ne feledkezzek el a férfi főszereplőről. És azt gondolom, hogy egy egészen remek páros sikerült belülük összehozni. Hát ők azért, mert ugye a Mezitláva Parkban több mint 100-szor játszottak nálunk párban, és ebben a darabban hát nagyon jól működnek együtt. Amikor megnézte Almás Éva az előadást, és akkor a Gerda, hát ő ugye még látta a Domján Editest is, és akkor a Gerda nagyon izgult, hogy jaj, biztos a Domjánhoz fog hasonlítani, de nem, azt mondta az Éva, hogy hát, hogy kiváló. Tavaly egy Neil Simon darabbal szórakoztatták a közönséget, ugyanez a kettős, Kautsky Armand és Pikali Gerda, most a Bolondlányt játsszák, amely egy francia szerzőnek az egyik legjobb darabja, amelyet Magyarországon nagyon nagy elődök játszottak, és hát gondolom már tudja is, hogy milyen nagy elődre szeretnék célozni. Ugye Domján Editnek volt ez egy legendás szerepe, valaki azt mondta róla, hogy na ő a Bolondlány. Mennyire volt teher, vagy mennyire dobja fel az embert egy ilyen előd? Domján Edit nekem példaképem, tehát semmiféleképpen nem terhelő vagy terhes nekem az, hogy utána játszom el. Már amikor a főiskolán végeztem a színművészeti egyetemen, akkor a Madách Színházhoz kerültem, és Kerényi tanár úr növendéke voltam, és Szirtes tanár úr növendéke, meg Huszti tanár úr növendéke. Sok mindenki növendéke voltam, hála a jó Istennek, ők tanítottak ki, és előszeretettel vették elő azokat a darabokat, amiket ő játszott utoljára a Madách színpadán, és nekem ez rendkívül jól esett, hogy engem éreztek kvázi kiváltságosnak utána játszani el azokat a darabokat, amikben ő kiragyogott a karból. Azért is mondom ezt a mondatot, mert ugye az Ibolyát, Molnár Ferenc az Ibolyát is utána játszhattam el,
És több olyan szerepem is volt, ami végigkövette az egész életemet. Kerényi tanárom emlékszem mindig Domjának nevezett főiskolásként, és úgy soha nem értettem, hogy én mit, tehát én csak egy kis vidéki lány vagyok, aki följött Pestre tanulni, és színész szeretne lenni. És valahogy ő meglátta annó bennem ezeket a vonásokat, vagy valami hasonlóságot a két jellem között, ami hát számomra, hát nem tudom, én oda-vissza voltam, tehát semmi esetesen teher, és Galambó Zoltán, a darab rendezője is szintén meglátta bennem ezt a vonulatot, úgyhogy teljes mértékben rám lett szabva ez a darab, mert azért ugye nagyon régen íródott, hogy ez a darab, a Domján Edit féle, az a 60-as évek elején mutatták be. Tehát egy kicsit poros volt a színdarab, tehát egy kicsit mozgalmasabbá kellett tenni, egy kicsit maibbá, de mégis megőrizni a kort. És az ugye egy szobalány vagyok, tehát ezt a fajta leosztott viszonyokat. Úgyhogy én rendkívül boldog vagyok, hogy egy rendező bennem gondolkodik, hogy én ezt el tudom játszani, és azt gondolom, hogy annyira sokszínű ez a szerep, és annyira sok mindent lehet ebben megmutatni egy színésznek, hogy azt gondolom, ez egy örömjáték nekem minden egyes este, amikor ezt játsszuk. Nem csak, hogy sokszínű, de nagyon hálás is, hiszen lehet kedvesen kacérkodni, lehet fölényesen viselkedni, és természetesen ez a bolond lány nem is annyira bolond lány, inkább úgy gondolom, hogy néha jó, ha az emberről azt hiszik, hogy bolond. Mennyire nehéz ezt a szerepet megformálni, mennyire nehéz hitelesen előadni, vagy ebbe is lehet lubickolni? Lubickolni rendkívüli mód lehet, nyilván egy kicsit a jellemem közel ehhez a szerephez, de én inkább úgy gondolom ezt a szerepet, hogy ő az egyetlen, aki nem bolond. Tehát mindenki más játszik egy szerepet, ő viszont magát adja, csak azt mondják, hogy bolond, mert hogy szabad a gondolataiban és a tetteiben. Ezért ragad rá ez, hogy bolond lány, de azt gondolom, hogy ebben a darabban ő a legtisztábban és érző és gondolkodó szereplő. Ezért is ragyog ki a karból, hogy egy kicsit más az én színjátszásom a többiekhez képest. Ugye azért egy tárgyalóban történik, egy kihallgatáson vagyunk, és akkor ő egy kicsit olyan, ott nagyon otthonosan mozog a tárgyalóterembe, abszolút belakja, és hát aztán nyilván nem mondhatom el a darab végét, de hát nagyon sok csavar van benne. Tehát úgy is kell játszani a darabot, hogy azt is gondolják, hogy én vagyok, de azt is gondolják, hogy nem én vagyok az elkövető a darabban, mert ugye egy gyilkosság nyomozásáról szól, és igazából mindenki gyanús. De hogy végig bent tartani azt, hogy mindenki lehet. És azt, hogy én is, miközben nyilván én vagyok a legszerethetőbb figura benne, mégis benne legyen az, hogy hát azért lehet, hogy mégis van egy kis valami benne ebben a lányban, hogy lehet, hogy a vaj van a füle mögött, és mégiscsak ő az elkövető, de hát ezt meg kell nézni, és el kell jönni. Tudom, nem olyan sokan lesznek ma este. Nagyon jó visszhangja volt az önrendezésének, és egy helyütt azt is írták, hogy azért jó ez a darab, mert ön egy éles társadalom kritikát is beleépített. Igaz ez, vagy csak inkább rámondták a kritikusok? Hát, társadalom kritika, ez olyan közhelyes dolog. Azt akartam, hogy legyen a mába áthallása, hát hogyne. Miután a darab arról szól, hogy az embernek meddig szabad az elvei, vagy az igazság, vagy a becsületesség ellen mennie, hogy kiszolgálja a hatalmat, és mikor szabad egyáltalán elindulni ezen az úton, és ha már elindult, akkor mikor kell azt mondani, hogy innen már én nem megyek tovább. És hát azt gondolom, hogy azért az elmúlt 20, de akár az elmúlt 50 évben ennek azért van hagyománya Magyarországon, tehát, de az egész világon is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit így jó körüljárni, és jó egy picit szembesíteni vele a nézőket, hogy azért vigyázzunk emberek, maradjunk emberek. Nem csak Pikali Gerda és Kautsky Armand az, akinek a személyét gondolom ki kell emelni ennek a darabnak a kapcsán, hanem Koncz Gábor is, aki ráadásul egy olyan milliómos öreg urat alakít, aki a csillagos eget is lehazudja, ha kell. Hát a Gabival annyival volt picit nehezebb, hogy ezt a darabot ő 20 évvel ezelőtt rendezte is, és a főszerepet is játszotta. És hát az ő fejében volt egy másik előadás. És arról, ha valakinek valami beül a fejébe, azt nagyon nehéz megváltoztatni, de hát aztán egy csomó mindent átbeszéltünk, meg azért az ő jelenet egy nagyon zárt jelenet. Tehát értette ő, hogy én mit akarok,
és ő abban a korban van, van ugye a színházamnak négy ilyen nagy öregje, ő az egyik, Tahitót Laci, Koltai Robi, aki ha kérjük, akkor segít, ha azt érzi, hogy most nincs szüksége velemére, akkor csak a bölcsen mosolyog a háttérben, tehát ő már úgy nem áll neki megenni minket, hogy már vagyok gyerekek, ezt így kell, nem csak. És ez nagyon jó, ez egy olyan megnyugtató dolog. Rendkívüli partnerekkel játszik ma este is a színpadon, hát akár Koncz Gábort vagy Kautsky Armandot is említhetjük. Milyen velük együtt dolgozni, együtt játszani? Nagyon családias, ugye a Mezitláb a Parkban már elég régóta játszuk, 2004 óta talán, tehát éppen most elmentünk a helyi drogériába, imádtam, nagyon-nagyon szerettük, és mint egy házaspár úgy közlekedt, hogy mondom, Armand, te, mondom, teljesen olyanok, mint egy házaspár, hát mondom, de tudom, hogy mit szeretsz, hova fogsz menni, melyik a kedvenc innivalód, hova fogsz. Tehát mindent tudok róla, ahogy ő is rólam. És ez annyira jó, hogy egy valójában összeszokott páros vagyunk, pontosan tudjuk, hogy ki mire gondol a színpadon is, meg úgy egyébként is, tehát nagyon jól elbeszélgetünk, és tényleg így hát fél szavakból értjük. Tehát konkrétan ez már házastársi kapcsolat, a színpadon is, itt nyilván egy másik kapcsolat, vagy másfajta kapcsolat van köztünk, de jó, mert sokkal jobban megkönnyíti a munkát. És hát, hogy a Koncz művész úrral, meg hát nekem ő mindig a Dunai hajós, úgyhogy nagyon, nagyon boldog vagyok. És Galambos Zoltán a rendezőnk. Akit imádunk, és táncol az üvegfal mögött. Milyen jól tudunk dolgozni együtt, hál' Istennek, mert tényleg ez egy nagyon hosszú távú barátság, köztünk már 10 éves barátság, tehát ő is nagyon ismer, meg hát tényleg nagyon együtt, ez szimbiózis, ez egy második otthon, második család. Így hát, mint hogy ez a hobbink, kvázi a színház, ez egy nagyon jó időtöltés. Úgyhogy boldog vagyok, hogy itt vagyok, nagyon szeretek itt lenni, már voltunk itt a Mezitláb a Parkban, akkor mindig, úristen, akkor ez az a hely, ahol az a gyönyörű színpad van, és akkor mindig megbeszéljük, hogy hova jövünk, ki mire emlékszik, és akkor ez így jó. Megisszuk a kávénkat, megizlelgetjük, beszélgetünk a helyi emberekkel, és ez annyira jó. Köszönöm a beszélgetést, egészséget! Köszönöm! És ekkor az orrádon kivatok a vannak, és ekkor szegény kis Mika pedig hívja a segítséget, nem. Kicsi Miguel. Cserélted? Fújja ki az orrát. De nincs sem kedvünk. Fújja sincs. A Szerelmes Nagykövet című bohózatot adja elő a Budapesti Bulvárszínház Sárospatakon a Művelődésházában március 26-án 19 órától. Kedves nézőink, véget ért a mecénás, az Emplén Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok Önökre. Viszontlátásra!